Javában zajlanak a nyári betakarítási munkálatok a földeken. Hagyományosan Péter és Pál napján, vagyis június 29-én kezdődik az aratás, de mivel az időjárás már régóta nem követi a hagyományokat, ezért nincs kőbe vésve ez a dátum sem. A kalászosok és a repce országos mennyisége és átlaghozama az előzetes várakozásokhoz képest alacsonyabbnak ígérkezik, azonban a tavalyi aszályos, szinte tragikusnak mondható évet követően idén valamennyire fellélegezhetnek a gazdák. Tolnavár megyében mintegy 10 000 hektár megnőtt a gabonavetés területe, és bár a májusi eső aranyat ér, a mostani 130 mm már túl sok volt, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnavár megyei alelnöke. Ez egy kicsit visszavetette a buzának az élettartamát is, és gyakorlatilag a tél annyira enyhe volt, bizonyos helyeken már voltak gombás betegségek, tehát egy kicsit az is visszafogta, de aztán tavasszal nagyon szépen bokrosodtak, gyorsan növekedtek, és hát rekordtermés körüli eredményeket vártak a gazdák, ezzel azért csalódtak, mert az 5-6 tonna gabona, tehát buzatermés, ez nem rekord azért, de jó, jó volt, jobb, mint a tavalyi év volt. Csak hogy a felvásárlási árak idén jóval alacsonyabbak az előző évekhez képest. Amíg tavaly több mint 100 000 forint volt a búza tonnánkénti ára, ezzel szemben idén ez az összeg 70 000 forint körül mozog, mondja a szakember. Hála Isten, azért itt a környékben van tároló kapacitási hely, de sok gazdánál vagy nagyobb cégnél is a raktárban még ott vannak a tavalyi készletek. Bezavart az oroszok háborúnak a helyzete is, hogy amit Afrikában szántak az éhezőknek gabonát, az itt rekedt az országba sok helyen, és ez megint rontotta azokat az eredményeket, illetve elvárásokat, amit a gazdákat vezette. Kővári László úgy fogalmazott, hogy összességében termelési szempontból jó év lehet a 2023-as. Gazdasági szemszögből ellenben valószínű, hogy lesznek olyan gazdák, akiknek akár még vesztesége is keletkezhet.